Otis az új méregkeverő asszonyok vérfogyasztó legendája. Közel 300 emberrel végezhettek, de a számok a mai napig vitatottak. A kezdeti férgyilkosságok után néhányan a családtagjaikat, rokonaikat is megmérgezték, mivel azok teherré váltak számukra. Valóságos horror bontakozott ki a Tiszazugban 1911 és 1929 között. A tiszazugi méregkeverők, vagy az alzénes asszonyok kétségtelenül a magyar kriminalisztika szalemi boszorkányperének számítanak azzal a különbséggel, hogy ezek az idős hölgyek valójában boszorkányokat meghazudtoló sötét és gonosz indulatokkal rendelkeztek, melyeket nem tudtok elfojtani. Helyette olyan álmok futásba kezdtek, mely csöndesen, alattomosan és lassan gyilkolt. Éppen ezért sokáig fel sem tűnt a hatóságoknak. Kezdetben Nagyrév faluból jelentettek 1911-ben mérgezéses eseteket. Ezek nagyjából elszigetelt ügyek voltak. Ekkor még senki sem gyanakodott semmire. Férjek hullottak el egymás után, mint a legyek. Akkoriban egészen más idők jártak. A szülők a döntésüket a lányaikra erőltették, ezért nekik mindenképpen el kellett fogadniuk az így választott jövendébeliüket. A kényszerre a válás sem jelentett volna megoldást, hiszen a válás intézmény akkoriban még nem volt társadalmilag elfogadott. De az emberi elme mindig is leleményes volt. A kezdeti férgyilkosságok után néhányan a saját családtagjaikat, rokonaikat is megmérgezték, mivel azok teherré váltak számukra, mint már említettem. Éveken át nem derült fény az asszonyok Agatha Christie regénybe illő turpisságára. Annyira csinálóknak hívták egymást, és egymás után tették el láb alól a nem kívánatos személyeket. Egy bizonyos Szabó nevű asszonyt aztán egy nap tetten ért két látogató, akiknek sikerült túlélni a nő megmérgezésükre tett korábbi kísérletét. Nem sokkal ezután egy testet találtak az egyik szomszédos város folyó partján, brutálisan magas alzéntartalommal. Az orvostan hallgató, aki megvizsgálta, elmondta, sohasem látott még ehhez foghatót. A gyilkosságok ténye végül 1929-ben került a sajtó elé. A korabeli vádiratok szerint a nagyrévi asszonyokat a helybéli bába, Fazekas Gyuláné született Olá Zsuzsanna búzította fel az arzén használatára. A későbbi kutatások azonban azt állapították meg, hogy a méreg terjesztésében más nőknek is része lehetett. Az ítéleti tényállás megállapításában, mármint abban, hogy a legfőbb bűnösnek Fazekasnét jelölték meg, nyilvánvalóan az is közre játszott, hogy ő már a büntető eljárás korai szakaszában öngyilkos lett, ezért a többi érintettnek az volt az érdeke, hogy minél több kérdésben a halála miatt már nem büntethető asszonyra valljon. Nem túlzás azt mondani, hogy az évszázad legfelkavaróbb büntetőpere volt. 28 gyanúsítottat állított a bíróság elé, kettő kivételével mind nő volt, akikre mintegy 162 gyilkosságot tudtak rábizonyítani, ám ez a szám a valóságban akár a 300-at is elérhette. A perekről még maga Móricz Zsigmond is tudósított a Nyugatban. Akkor a hírverés lett belőle, pedig a bírák egyenként tárgyalták az ügyeket, hogy ne legyen média visszhang. A tárgyalásokat végül 6 halálos ítélettel zárták. 3 elítéltet felakasztottak, a másik 3 büntetése pedig módosult. Egyiküket felmentették, másik 2 büntetését életfogytiglanra változtatták. További 8 személy életfogytiglani elzárást, a többiek pedig 5-10 év közötti szabadságvesztést kaptak. Mint már említettük, maga Fazekas Gyuláné, a főboszorka soha nem került bíróság elé. Amikor 1929. július 19-e délelőttjén látta a ház előtt várakozó csendőröket, öngyilkos lett. Ráadásul nem is akárhogy. A jelentések és a boncolási jegyzőkönyv alapján Luke kőmérgezés végzett vele. Van a sorsnak némi fintóra. A tiszazugi arzénes asszonyok gyilkosságai ma is kísértenek a környéken, főleg azok körében, akik még emlékeznek a szányra kelt szóbeszédekre, ijesztő történetekre. Megnyugtató a gondolat,
hogy ma már egyetlen asszony sem él a méregkeverők közül. Ha annak idején Szabó asszony nem bókik le, talán még most is kevernék mérgeiket a tiszazugig asszonyok, vagy valamelyre származottaik, mint egy beteg hagyományt követve.